halaszthatatlan ügyekben döntött a testület. Elmarad a Dunaújvárosi Egyetem diploma átadója. Megrendezésre került az első újtelepi garázsvásár. A Szalkis-szigeti kempingben szerveztek napközis tábort. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Rendkívüli közgyűlésre hívta a képviselőket Pintér Tamás polgármester június 30-án 9 órakor. Az ülésen halaszthatatlan ügyekben döntött a testület. A Dunaújváros megyei jogú város közgyűlésének 2020. június 30-ai rendkívüli nyílt ülését 9 óra 1 perckor megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 megválasztott képviselő közül 14 fő jelen van. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Összesen 12 napi rendi pontról tárgyaltak városunk vezetői a június 30-án megtartott rendkívüli közgyűlésen a Városháza C-szárnyának közgyűlési termében. A képviselők elfogadták az idei költségvetés módosítását, valamint a tavalyi zárszámadásra vonatkozó rendeletet. A döntéshozók módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet is, emellett a város közterületein a rágcsálók, valamint a fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátását célzó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés is változtatásra került. A képviselők a sodorvonali vezeték rekonstrukciójának műszaki felülvizsgálatával a Centrum Technology Kft-t bízták meg, valamint támogatták, hogy a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás összege szerepeljen a 2020. évi költségvetési rendeletben, mely 2,5 millió forint plusz járadékai. A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban elnevezési projekt kapcsán a Szabolcs Mérnök Iroda Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. A képviselők döntöttek továbbá a Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése című projekt közbeszerzési feladatainak ellátásáról, melyel a DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit ZRT-t bízták meg. Az ülésen szabályzat született a polgármesteri hivatal, az önkormányzat és az önkormányzati intézmények munkavállalóinak lakás célú munkáltatói támogatásáról is. A vírushelyzetre való tekintettel elmarad a Dunaújvárosi Egyetem diploma átadója. A sikeres vizsgákról szóló okmányokat postai úton fogják kiküldeni. A pandémiás helyzetre való tekintettel a Dunaújvárosi Egyetem felsővezetése úgy döntött, ebben a tanévben nem tartják meg diploma átadójukat. A döntés nem volt könnyű, viszont a hallgatók és a vendégek biztonsága, valamint egy esetleges gócpont kialakulásának elkerülése szükségesítette a lépést. Idén 160 hallgató végzett az egyetemen, akik a kialakult helyzetben postai úton fogják készhez kapni okleveleiket. Lászlóné Kenyeres Krisztina oktatási igazgató elmondása szerint szerencsére minden szakuk nagy népszerűségnek örvendenek. Szerencsére az összes szakunk nagyon népszerű, tehát mind a műszaki területen, illetve az informatika és a társadalomtudomány terén, illetve elég szép számba jöttek mesterképzésre most jelentkezőink, tanárképzésre, illetve gépészmérnök MSC-re. Lászlóné Kenyeres Krisztina hozzátette, remélik, hogy az egyetem hamarosan visszatérhet a hagyományos, megszokott életéhez. Szeptembertől szeretnénk, hogyha normál menetrendben tudnánk indulni. Ettől függetlenül biztos, hogy lesznek változások az ősszel kapcsolatosan, tehát az ügyfelfogadási rendek megváltozhatnak, rövidülhetnek, átalakulhatnak, de az oktatás terén mindenképpen a hagyományos kontaktórákra szeretnénk áttérni, hogyha ezt a helyzet engedi. Bár a különböző intézmények sorra újra megnyitják kapuikat a lakók előtt, továbbra is fontos az érvényben lévő óvintézkedések betartása. Június 27-én megrendezésre került az első újtelepi garázsvásár. A Városvédők Újtelepért Egyesület által megvalósított eseményen a kincsvadászok 33 címet keresettek fel. Külföldön nagy népszerűségnek örvend a garázsvásár, mely során az évek alatt összegyűlt kacatokat bocsátják áruba. A pandémiás helyzet miatt a pentelei bolhapiac nem volt látogatható, azonban a korlátozások enyhítésével ennek alternatívájaként született meg az esemény ötlete. Az érdeklődők sokféle tárgyal találkozhattak.
33-an regisztráltak be erre az újtelepi garázsvására. Azt gondoljuk, hogy ezt csak szervezettel lehet megcsinálni. Tehát az, hogy valaki adhok csinálja, annak nem sok értelme van. 33-an regisztráltak, csináltunk nekik egy kis táblát, csináltunk egy térképet, tehát komoly szervezési munka volt, és mindenfélét, tehát itt a gyerekjátéktól, gyerekruha, régi fűnyíró, régi edény, mindenféle. Tehát tényleg, ami valakinek kacat, valakinek kincs. A különböző termékek az idő előre haladtával folyamatosan válnak feleslegessé. Az Egyesület sokadik éve szervezi például az elektronikus hulladékok begyűjtését is. Ezt szeptemberi hónapra tervezzük. Nyilván hát mindenki tudja, hogy sajnos ezek a készülékek ugye véges a használatuk, nagyon nehéz megszabadulni tőlük, és mi kitaláltuk ezt az elektromos hulladékgyűjtést egy központi helyre, illetve most már ide hozunk egy konténert egy cégnek a segítségével, és ők elszállítják, a lakók idehozzák, és örülnek, hogy végre megszabadulnak a régi mosógéptől, hűtőtől, amit legyünk őszinték, elég nehéz megmozgatni és elvinni valahova. A járványügyi helyzet miatt sajnálatos módon meg annyi ünnepségük, illetve rendezvényük elmaradt. Sajnos idén elmaradt a szomszéd ünnep, ami ugye áprilisban lett volna, azt is tudjuk, hogy megint a vírus miatt. Ezt nagyon fájlaljuk, mert nagyon készültünk rá, ugyanis az egyesületünk most volt 5 éves, és nagyon szerettünk valami igazán, mindig minden évben valami mással jövünk elő, de most nagyon szerettünk volna kirukkolni valami jóval. Sajnos ez is most elmaradt. Bár a részletek még képlékenyek, az egyesület tagjai remélik, hogy jövőbeni rendezvényeiket az eredeti tervek szerint tudják majd megtartani. A Szalki-szigeti kempingben szervezett napközis tábort az önkormányzat és a gazdasági ellátó szervezet. A második hete tartó programsorozaton jelenleg mintegy 90 gyerek vesz részt. A kézilabda alapjaival is megismerkedhettek a tanulók a napközis táborban, amelynek a Szalki-szigeti kemping ad otthont egészen augusztus közepéig. A gyermekek számára egésznapos elfoglaltságot jelent a tábor, amelyben reggel 8 és délután 4 óra között vehetnek részt különböző programokon. A vízipisztolyozás, az ugrókötelezés, a krétában rajzolás, a labdázás. Azért szeretem ezt a tábort, mert sokat lehet itt játszani. A pedagógusok munkáját segítőik teszik gördülékenyebbé, akik hatékonyan működnek közre a felügyeletben és a gyermekek foglalkoztatásában. Szerintem elég sok energiát kivesz, és de szerintem minden pillanatát megéri, mert szeretek köztük lenni. Szabó Gabriela táborvezető elmondta, jó kihasználtsággal működik a tábor, hiszen a második héten mintegy 90 gyermek vette igénybe szolgáltatásaikat. A pedagógus a programokról is beszámolt. A héten mindenképpen lesz vízipisztolyozás, vízicsata, pizzaparti, jön a Nándori Erika kutyás terápiás órát tartani, mai napon ott vannak a szivacskézisek, Virág Rolandnak az egyesülete, és péntekre pedig az egyik neves tánciskola tanára, illetve növendékei jönnek, bemutatóval, illetve egy foglalkozást is tartanak a gyerekeknek. A táborok augusztus közepéig tartanak. A befizetésre minden hétfőn és csütörtökön a gazdasági ellátószervezet irodájában van lehetőség. Irodunk végére értünk. A DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A dstv.hu weboldalon újra megtekinthetik műsorainkat. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!